Szeretettel köszöntök mindenkit a mai este utolsó beszéd felvonásán. Megköszönöm Dokhesunim igen spontán és kitűnő bevezetőjét, és arra szeretnék lelkesíteni mindenkit, hogy ha van kérdése, azt most tegye föl, mert az interjú szobában, mint tudjuk, kóanokkal foglalkozunk, és nem is akármilyenekkel. Kinek van kérdése? Túl vagyunk az intenzív héten, és én erre nem készültem lelkileg egyáltalán nem volt bennem izgalom, hogy ez most hogyan fog zajlani, vagy mi történik velem, vagy mi lesz utána. Viszont előtte sokkal összeszedettebb voltam a meditációban, mint az intenzív után. Tehát most sokkal szétesettebb vagyok, alig bírom a figyelmemet a tantiemben tartani, és szeretném megkérdezni, hogy ez rendben van-e így. Rendben van, és nincs rendben. Tehát teljesen természetes, hogy egy rendkívül intenzív praxis után jelentkeznek az elvonási tünetek. És ezért kell rádolgozni, ezért kell az adott formában csökkentett meditációs időben még összeszedettebbnek lenni. Ha emlékszel, három nappal az intenzív befejezése után tartottam egy rövid tanítást arról, hogy milyen a hegycsúcsról lefele meghalni. Azt is elmondtam, hogy hogy ne halljunk meg az intenzívét utáni vákumban egy kicsikét csökkented a praxist, és azon nyomban a karmád ezerrel megjelenik. És ez mutatja, hogy az intenzívét valójában nem ér véget soha. Régen Kínában volt egy olyan hasonlat, hogy egy életnyi praxis annyit jelent, mint hogyha egy madárka a szárnyával a gyémánt hegyet így megsuhintaná, és a cél az, hogy a hegyet elkoptassa. Tehát ez egy, nem egy túl lelkesítő kilátás, és aki az intenzív héten az energiát, a tisztaságot, az összeszedettséget megtapasztalt, az tudja, hogy igen, néha az nagyon nagy madár és nagyon nagy szány tud lenni, és kicsit bele is tud harapni abba a ément hegybe, de hogy nagyon nagy a munka, az biztos. És nem lehet hátradőlni, hogy én már pont, 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 mert minden, ami azzal kezdődik, hogy én már, az egy tökéletes csőd, ahogy van onnantól kezdve, hogy megtapasztaltad az intenzívet, és utána a vákumot, pontosan tudod, hogy a világ legmagasabb hegycsúcsán miért nem építenek hotelt. Nem lehet életben maradni. Le kell jönni, és a völgyben megfelelően viselkedni a csúcs ismeretében. És ez még nem is az a csúcs, amikor mondjuk három hétig nem alszol, lásd, Munkyong Dészünk szá, ahol háromhetes Jomben Gyöngyin csinálnak a Szúnyimok. mint mi az utolsó éjszaka, csak három héten át. Három nappal előtte érkeznek, már kezdenek el csendesedni, és a kezdetnél a nagy körbe berakják a matracokat, végigülnek 21 napot úgy, hogy nem fekszenek le aludni. Három étkezés ugyanúgy megvan, rendkívül keveset esznek, és akinek üres a matraca, mert nincs ott. Ezt megnézik három helyen. A tartózkodó per hálószoba, a gd Ha idősebb szerzetes, akkor a magánszobája, ahol ott vannak a cuccai. A konyha, esetleg véletlenül valami rájött, és így, bement, hogy egyen valamit. És a toalett, hogy esetleg ott ragadt. És ha ezen a három helyen nem találják, akkor a hátizsákját így megemelik, és kirakják az ajtó elé. Ennyi volt. Úgyhogy az intenzív hét az formailag is, tartalmilag is rendkívül intenzív, mert azt óhajtja, amit te. Tehát bemutatni azt az eredeti tudatot, amely nem függ attól, hogy mit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolsz, érzel. Ezektől mind nem függ, tehát nem karma függő. És ez az eredeti tudat, ez az igazi való, ez nem könnyen érhető el. Megvan az útja, nagyon sok útja van, a zene az egyik. Főleg ezen a helyen, ezen a templomban, ahol nagyon sokféle irányzat megfordul, mint vendég, nagyon sokféle gyakorlót fogadunk különböző iskolákból, nagyon sok megnevezése van annak, hogy hogyan tisztulunk le. És minél kevésbé pompázatos és hangzatos ez a megnevezés, annál jobban működik. Úgyhogy nem név és forma függő a dolog, hanem nagyon világos irányvétel és erőkifejtés függő. És onnantól kezdve, hogy te beleültél az intenzívbe, olyan lehet az érzés, mint az a repülőgép, ami elindult így 70 fokos szögben a kifutó pályáról, és az Istennek nem akar utazó magasságra beállni. Pár nap eltelik, és talán. De az első három-négy napban csak állandóan emelkedik, 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 és amikor az utolsó éjszaka hetelik, hajnalban aztán a következő nap megszólal a harang, és vége van, akkor olyan, mint a hajtóművekben az összes kerozint egy pillanat alatt kivágták volna. Na ezt kell megóvni azzal, hogy plusz motivációval, ahogy mondtam pár nappal később, kezd újra a ritritet. Az egész elvonulást. A semmiből. Mert ha nem, akkor semmi sem marad belőle. Teljesen természetes ezeket megtapasztalni. Nem szeretnénk, hogy az emberek csak beüljenek valamibe, és akkor azt így szépen végigcsinálják utazó magasságon, és azt hiszik, hogy ennyi volt. Köszönjük szépen, nem. Rengeteg kiaknázatlan lehetőség van a gyakorlatban. És most elmondok egy olyan titkot, amit nagyon kevesen tudnak. Lesz egy olyan tíznapos nyáron, ahol három napig a normális időrendet fogjuk ülni, és az utolsó hét nap pedig intenzív hét lesz. Még nem tudjuk, hogy melyik, de majd eldöntjük, és ki lesz írva. Bizony, hú és akkor megint kis wc tekercsel a fejénkön fogunk üdögélni, ami egy fantasztikus történet, mert ahhoz hasonlít, amikor Kion nem volt hajlandó elaludni, csak ő a kardos változatot kultiválta, amit itt nem kultiválunk, tehát nem engedem meg, hogy konyha késbe bele álmodban. Hogy az intenzív nagyon fontos, de ne legyünk elragadtatva az intenzívtől. Nem annyira speciális. De meg kell tapasztalni. És utána pedig azt is, hogy újra kell gyújtani a hajtóműveket, stabilizálni a repülőgépet, már nem vagy 12 ezer méteren. Már szépen a mindennapi ritrit -rit olyan 5-6 ezer méteres magasságába visszatértél, még mindig a felhők fölött, de már nem annyira, néha egy kis turbulencia elkap. Úgyhogy nagyon, nagyon, érdekes az, hogy visszaérünk a úgynevezett normál kerékvágásba, és elindulnak a hiánytünetek, hogy mikor lesz a következő. Nyugi, majd jön. Következőre beülsz, és akkor majd az lesz. Én megfogadtam a tanácsodat, és rögtön, ahogy elkezdtük folytatni a praxist, akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor most olyan, mintha most kezdenénk, és mégis azt éltem meg, hogy mintha erőltetném azt, hogy figyeljek a tantienre. Hogy... Erőltetni is kell. Képzeld el, ha nem csináltad volna akkor, hogy néz neki a tudatod. Apró, pici repeszekben és darabokban, a szélrózsa minden irányában, a tíz irány mindegyikében. Ezért kell visszatérni a tantien, ez is nem mozdulni. Hallottad, doktor az ő kérdés-válasz szakaszában, hogy van a testben és a tudatban egy olyan pont, ami nem mozdul. Ezt hívjuk tantiennek. Fizikailag tényleg ez a szervezet gravitációs középpontja. Nézed, amikor a babiket megemelnek a hasuknál, pontosan a köldökükhöz teszi a. Kezét akár a nővérke, anyuk, apuk is így megemelik, és egy gyerek így boldogan így nézeget, és már, már, már viszik is. Mindenhol mással jobban feszül, jobban húz. Itt van a tudatnak az a pontja, ahol az energiád még nem differenciálódott, se mentális, se fizikai sokságra, tízezerféle jelenségre. Úgyhogy a tant ilyen iszonyatosan fontos. És ahogy hallhatta Mírtól, azt mondta: Don't touch, tehát ne érintsd meg azt a karmát, ami itt fönt a felső három csakrában keletkezik, főleg, vagy ott összpontosul. És hogyha nem azt neki energiát, az szépen elmegy. Akár pozitív, akár negatív reakcióval, akár énnel, akár nem énnel viszonyulsz hozzá, az úgy beborít, mint árvíza a földet. Úgyhogy újra kell kezdeni azt, ami véget se ért, ide a tantienbe vissza, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, csak ennyi. A többi jön magától. És azt te hogyan csinálod, hogy miközben beszélsz, akkor is a tantient figyeled? A, a titok a folyamatos lélegzés. Ne állj le a lélegzéssel. <gül> <gül> Jó. Ide lélegezzünk folyamatosan. Jó? Rendben. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Érdekes. Egy olyan érdekes összefüggésre lennék kíváncsi, hogy ezen mit gondol az, az intuícióról, a megérzésekről, vagy, vagy a meditációk során a megérzéseink eh, eh, alakulnak, változnak, fejlődnek. Ugye arról van szó, hogy a megérzéseinket jó lenne, hogyha ha, ha, jobban és tisztábban tudnánk használni, hogy ehhez hozzájárul le az valamilyen módon. A zen gyakorlata hozzájárul ehhez. Tehát a legfontosabb része ennek a válasznak az, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami nem függ a saját gondolati mintázataitól. Mi az, ami nem függ az érzelmi beidegződésektől. Mi az, ami nem függ a korábbi cselekvés és beszéd mintázatoktól. Tehát amikor a szívszutrát énekeljük, akkor úgy kezdődik, hogy avalókítés sorabót hiszatva, a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, kettős pont. Most elmondom neked azt a műhelytitkot, hogy én nagyon sokáig, de ésd évekig, ezen az első soron kívül egész a vége feléig semmi más nem értettem ebből. Az nyugtatott meg, hogy nagyon sokan leírták azt, hogy avalókítés sorabót hiszatva, a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, kettős pont ha ez így van, akkor nekem ez kell, hiába nem értem. Hogyha több mint 2000 éven át ez a szútra fönnmaradt, akkor lehet benne valami, ami nekem mondjuk fontos, de még nem érthető. És a végét már kezdtem megint érteni, hogy a bóthiszatvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudatta. Itt kezdődik az a kis pszichológia egybekezdés, ami a laudációval és a fogadalommal ér véget. Mi van a kettő közt? Hát a kettő közt van a lényeg hogy ezeket a korábbi mintázatokat, amelyeket említettem, amelyek az én képünket alkotják, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, mondasz, teszel, és ezeket másodpercenként 24 képkockás sebességgel egy narrációba, egy filmbe rendezed, és ez az élet. Hogy ezt ne kövess. És képzeld el, hogy ez milyen radikális dolog. Mert hát amikor ez beborít minket, akkor vagyunk a lineáris, illetve ciklikus időrabjai, akkor vagyunk a karmánknak ugye a megbilincselt fogjai, és ekkor csak a saját dualisztikus karmánkat tudjuk követni. És hogy ez mennyire igaz, az kiderül az interjú szobában, hogy felteszek egy egyszerű kérdést, amit gondolkodással, dualisztikus tudattal nem lehet megválaszolni, és van, aki hónapokig kínlódik vele. És 20 évvel ezelőtt én is hónapokig kínlottam vele. És amikor a kogníció és az emóció mintázatai nem tartanak rapságukban, akkor az intuíció elkezd működni. Úgy, mint egy elfeledett szerv, vagy olyan izomcsoport, amit még soha használtál. Az a tiszta, tükörszerű tudat, amihez mindig visszatérünk a válaszadás elején az interjú szobában, az a nem tudjuk honnan, de mégis működik, ez a mélye az egésznek. Na most nyugaton az intuíciót nagyon sokféleképpen definiálták, tegyék, senkivel nem fogok vitatkozni, csak meghívom egy beszélgetésre. És hogyha tényleg intuitív a tudata, ezt nagyon sokszor láttam, anélkül tudja a koanra a választ, hogy bármiféle zenképzést kapott volna. Ez Erdélytől kezdve a kambodzsai téraváda a mindenkire igaz. Tehát az fantasztikus, -e, hogy a spontán, természetes, világos tudat, Elkezd működni, és a gondolatok felhasználásával, de nem gondolati mintákat követve, az érzelmek felhasználásával, de nem érzelmi beidegződéseket követve válaszolja meg a kérdéseket, amelyek dualisztikusan nem válaszolhatók meg helyesen. Mindig valami kimarad belőle, vagy mindig valamit hozzáteszünk, és vagy túl sok, vagy túl kevés. De nem egészleges. És nem tud a kérdés és a válasz úgy egymáshoz illeszkedni, hogy később már az a kérdés ne. Merüljön föl, hogy az teljes legyen, tiszta legyen. Úgyhogy az intuíció mindaz, amit nem tudunk, csak tapasztalhatunk. Mindaz, ami nem érzékszervi hatás, de az érzékszervi hatásokat regisztrálja és kezeli. Van a 185-ös Kuanunka a könyvben, ez a csaklás így kezdődik. És így szól a kezed, hogy ha meg akarod érteni a buthák birodalmát, Tartsd a tudatodat tisztán, mint a tér. Engedj el minden vágyat, minden gondolatot. Engedd a tudatodat szabadon működni. És akkor szépen leírja a később, hogy ha nem tiszta mégsem a tudatod, akkor a következőket hallga. És hogy hol vannak a buthák, utána az érzékszerfesz kötött lények, és minden egyes lényben ott a butha természet. Minden egyes lényben megvan az, hogy egészleges, intuitív módon tudjon működni. Azért tanítjuk a nem tudhatót, amely egyébként taníthatatlan, csak az akadályokat tudjuk elhárítani, de neked kell oda jutni. Mert hogyha eddig a nem tudhatóig nem jutunk el, akkor mindig valami egyéb lesz az intuíció helyén. Például egy nagyon gyors kognitív reakció. Tehát akik okosak, azok pillanatok alatt kikalkulálják, hogy mi a megoldás, és mivel nagyon gyors volt, azt mondtuk, hogy intuitív is nem. Tehát nem a bensődből, az igaz természetedből jött, hanem a gondolati rutinból, csak elképesztő gyorsasága. Valaki érzelmileg reaktív, és ezt a reakciót helyettesítjük be az intuíció helyére. Felek, hogyha pozitív érzelmekkel van teli. Hatalmas öncsalás. Tehát ahhoz, hogy az intuícióhoz eljussunk, ahhoz igazi önvalónkhoz kell eljutni, mert igazi önvalónk tapasztalatából következik a tudat intuitív működése. Ha az egyik megvan, megvan a másik is. Ha a másik megvan, megvan az egyik is. Ezért van az, hogy a zen nem meditációs tapasztalatokat kér számon emberektől, azt nagyon gyorsan lehet tanulni, hogy mit kell mondani a tanítónak ahhoz, hogy megveregesse a válladat. Hanem az intuitív tudat működését tanítjuk, és ha akarod, kérjük számon, mi volt a házi feladat, és hogyha az megvan, akkor a helyeden vagy. De egy te közben mit tapasztaltál, az teljesen mindegy. Miért? Mert a tapasztalat jön és megy. Ami viszont megnyílik a tapasztalat által, és működésbe jön a tapasztalat által, az nem jön és nem megy. Egyszerű és világos. Bent ülsz egy szobában, kinyílik az ajtó, meglátod az eget. És mindenki azzal van elfoglalva, hogy az én ajtóm hogy nyílik, hogy recseg, milyen olaj van rajta, hogy nyomtam le a kilincset, milyen színű üveg van rajta, és milyen festés. Na, erről leszoktatjuk a gyakorlót, és ott az ég. Na, az kék. Tessék vele dolgozni. És hogyha tényleg tapasztalod a nem tudhatót, akkor az intuitív működés teljesen természetesen így megvalósul. De ez azért telik időbe, mert elképesztően ragaszkodunk a karmánkhoz, imádjuk a karmánkat. Tehát a Buthának rengeteg hasonlata volt, az egyik az égőház. Tehát ő csak azt tanítja, hogy hogyan jöjjenek ki az emberek az égőházból, a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függés rabságából, ami az inkarnálódott állapot, érzékszervekhez kötött állapot, hogyan haladják ezt meg? De hát annyira szeretjük a karmánkat. Azt mondjuk, hogy te, hát ezt meg szeretném, ha. Hát persze, hát én ki akarok innen jönni. Most. Egy másodperc az ajtón kívül, ideg van, unalmas, egyedül vagyok. Nem érdekes, nem ezt akartam. Egy másik házba megyek. És földgyújtom. Mert azt már megszoktam. Mert ott jó nekem. Ez a szenvedés az én szenvedésem. Én erre büszke vagyok. Ismerős? Az önigazolás számtalan rétege, az öncsalás ezer arca. És innentől kezdve az ember teljesen hiába valóságokat tud követni, mindaddig, amíg nem csak melegíti az égő ház tüze, hanem elkezdi égetni is. Amikor már fáj, amikor már tudja, hogy meg fog halni, majd akkor. De, ahogy az kionkosszonyom is mondta, egy törött szekér nem fog gyorsan szaladni az úton. Egy idős testtel nagyon nehezen lehet e, intenzív gyakorlatot végezni. Tehát addig kell ezt csinálni, amíg a test bírja. És ehhez egy olyan paradox állapot kell, hogy még az életválság, az életközépválság előtt ismert föl, hogy mi van után, hogy miről szól ez az egész. Hogy az első fele lehet, hogy fantasztikus, és hajszoljuk az élvezeteket, és élvezzük a halmazatokat, ugye? De aztán, amikor elkezd ez az egész megváltozni, és az életközépválság után, egyszer csak az ember rájön, hogy már kevesebb van előtte, mint mögötte hogy akármit csinál, már kifele megy. Paradigmát lehet váltani, de az időt nem lehet visszaforgatni. És akkor, akárminek hívják azt a meghaladó bölcsességet, pontosan azt fogja csinálni, amit addig kellett volna, de az az kell, hogy a mulandóság tudatta, és ha kell a halálfélelme, a vasvilát belevágja az oldalába. És majd akkor. Előtte nem. Előtte nem, mert arrogáns, mert öntelt, mert önhit, hogy én jobban tudom, hogy én nem érvényes, majd én ezt megoldom, majd addig, kitalálnak találnak valamit, hadd jön, megkérem szépen. Évtizedek óta jövünk és megyünk ezen a planétán, és mindig ugyanazokat a hibákat követjük el. Na, hogyha az intuitív bölcsesség kell, az a fajta működés, amely ettől mentes, hát akkor csak is a Szentséges Tantienbe visszavezetjük az összes tudatosságunkat és minden egyebet merünk hátrahagyni. Koreai szerzetes mondta, tartsd meg a vadut, minden más illúzió. Kész. Kösz. Szívesen. Én a fájdalomról szeretnék kérdezni, és nem a meditációs ülés közbeni fájdalomról, hanem a fizikai fájdalomról, hogy amikor ez egy nagyon erős fájdalom, akkor hogyan lehet összeszedetnek maradni, és nem darabokra szétesni, hogyan lehet uh, elviselni magát azt a fájdalmat. Úgy, hogy nem ragaszkodunk a test reakciójához, hanem engedjük a testet reagálni. Tehát ne harcolj és ne menekülj. Ez, mint minden válsághelyzetben, a fájdalomra is igaz. És a test nem tud nem reagálni, mert a fájdalomat szervezett házőrző kutyája. És a kutya minden idegent megugat. Amikor arról van szó, hogy fáj, akkor csak fájjon, és amikor a test reagál rá, a test csak reagáljon, de a tudatosságod ne formáljon dualisztikus reakciót erre, hogy a fájdalom jó vagy rossz, vagy én vagyok rossz vagy jó, mert így vagy úgy tűröm a fájdalmat. A fájdalom az élet természetes része, ahogy a félelem is. Teljesen természetes dolog az, hogy az ember fél a fájdalomtól, de ne féljen a félelmétől. Fáj a szerv, de te ne emézd magad azért, mert fáj a szerv. Fájon, az a dolga. És hogyha a duális reakciót kiveszed belőle, akkor azok a gondolatok és azok az érzelmek, amelyek a fájdalmat egyébként sokkal, de sokkal rosszabbá teszik, elképesztően megnövelik, azok elmaradnak. És kiderül, hogy a fájdalom fizikai része elenyésző ahhoz képest, amit a tudat hozzátesz. Mert a színházat nem tudjuk megállni, de a rendező nagyon tudja, hogy a darab az mire alapozódik. És a darab most arra alapozódik, például a fájdalom esetében, hogy van -e egy olyan folyamat, aminek része a fájdalom, de nem az egésze. Nagyon fontos. Ez azért mondom, mert rettenetesen sok múlik a te hozzáállásodon. Tehát az, hogy hogyan állsz ez az egészhez. Ha el akarod kerülni a fájdalmat, akkor növekszik. Ha valaki egy kicsit mazohista hajlama van, és bele akar menni a fájdalom, akkor is növekszik. Ha tényleg merem letükrözni, és megmaradok a lélegzetnél, megmaradok a test tudatosságnál, akkor csak jön és megy. És persze, néha kicsordul a könnyünk, néha az új lenyomatunk az öröklétbe vándorol a fogorvosi szék karfáján, ezt mind tudjuk. Na és? Azt szolgálja az egész, hogy egészségesek legyünk. Tehát itt is a végcél és a motiváció az kell. A doktor együttérzésből dolgozik, főleg kicsiny hazánkban, ugye? Minden tisztelt az egészségügyé. Aki kalandvágyból és együttérzésből itthon maradtak, és gyógyítanak. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy én nem voltam az intenzív héten, mert el kellett mennem, viszont én így belegondoltam, hogy már előtte, amikor csak 8 órákat ültem, akkor is sokszor a felére kellett csökkentenem, legalábbis nem kellett, de én úgy éreztem, hogy jobban járok, hogyha fele időt ülök, mert, mert ha ezt nem teszem, akkor visszajára fordul az egész, és mintha nem, tehát hogyha, hogy rosszabbul vagyok, vagy hogy így, tehát, hogy annyira besűrűsödnek a, a gondolataim, nem, nem csökkennek, tehát, hogy én nem tudom annyira levinni a ember a figyelmet, én ezt így technikailag, meg, meg, ugye keveset gyakoroltam, tehát még nem tartok ott, és hogy, hogy tud-e ártani például, vagy hogy a, a fordulni, hogyha, hogyha, az ember úgy kezd bele, hogy megfelelő mennyiségű, vagy minőségű gyakorlat nélkül egy ilyen hétben vissza el tud fordulni, ha követi az utasításokat, akkor nem árt, csak egy kicsikét rázós. Azért van az, hogy egy héttel legalább előtte itt kell lenni a kezdőnek, hogy szépen érjen el egy olyan utazó magasságot, amiből még följebb lehet majd menni. Aki csak úgy a külvilágból ide becsattan, az nagyon komoly karmikus viharokat tud megtapasztalni. Különösebben baja nem lesz, de hogyha bármihez elkezd ragaszkodni, vagy bármiről ítéletet alkot, bármiről véleményt formál az intenzív fét közben, akkor átkap a saját karmájától, mint egy lacháza. Csak azt hiszi, hogy valami speciális történt vele. Nem. Hogyha te, mint Babett, így keresztül mész a Ferenciek terén, és átmész mondjuk ezer ember között, akkor az ugye nem tűnik föl senkinek. Mert kb. 6-8 km per órával gyalogolsz. Ez már egy jó gyalogló tempó. Ha át akarnál futni, akkor hát ez egy kicsit nehezebb lenne, egy kicsit cikcakozni kéne. Mert hogyha már 15-18-al futsz, az már egy gyorsabb tempó, és alig tudnál az emberek között utat találni. Hogyha valaki kilő egy golyót egy fegyverből, biztos, hogy valakit abból az ezerből meg fog ütni, el fog találni de túl gyors. Ugyanez a karmával. Tehát az éberséged elkezdi látni, elengedni, tükrözni azt a karmát, azt a mennyiséget, amit a gyakorlat a felszíne hoz. Azért készítjük elő a tudatot arra, hogy ezt kibírja, hogy valódi tisztulás és szabadulás élménye legyen, amellett, hogy néha elképesztően kemény kibírni azt a folyamatos mozit, folyamatos én csinálást, folyamatos illúziógyárat, amiben beleültél miért, mert meg akartál tőle szabadulni, és pontosan az történik, amire nem vágysz. Ekkor emlékeztetek mindenkit a taoista bölcsességre, hogy a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Tehát aki például kielégülést talál az elvonulásban, ott valami nagyon nagy baj van. Ha valaki elviselhetetlennek találja az elvonulást, azzal is nagyon nagy baj van. Ha teszed a dolgodat az elvonuláson, és érzed, hogy a kulimáj szépen pereg lerólad, és egyre többet csalódtál, úgyhogy egyre többet realizáltál, egyre inkább összeszedett vagy, úgy már megy. Úgy már egy kicsikét realisztikusabb. Leremélem, hogy a legközelebb jelent tudsz lenni. Szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét, azt, hogy ezt a darabeszédet most együtt tölthettük, szeretném tanítótársaimnak megköszönni a kitűnő válaszokat a kérdéseitekre, és remélem, hogy ezt a gyakorlatot minden lényjavára saját erőfeszítéssel és közös cselekvéssel folytatjuk, és be is fejezzük. Köszönöm a figyelmet!